Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iviana részére. Kedves Iviana, üdvözöllek téged. Ez a te videód, és itt megtekintjük azt, melyik férfi az igazi. Ez a kép ott fent a halált jelenti. Nem kell ettől megijedni, ennek a kártyának szimbolikus jelentése van. Amikor elgondolkodsz azon, hogy mit kellene lezárnod az életedben. Ha ez megtörtént, akkor lesz valami új. Most megtekintjük a következő kártyát. Ott bal oldalon fent ez a kártya az, ami gyengít téged. A 10-es szám ezen a kártyán arra utal, hogy lesz nálad egy új kezdet. Indul egy új ciklus, egy új periódus. De te sok mindent cipelsz magaddal, ahogy ez a férfi neked itt mutatja. Tényleg arról van szó, hogy valamitől el kell, hogy búcsúzz. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy sok a munkád, mindent meg kell oldanod, nagyon sok mindent cipelsz magaddal az életben, kellene a könnyűség. Búcsúzz el bizonyos dolgoktól. Ezek lehetnek gondolatok, ami foglalkoztat téged, vagy szomorúvá tesz. Ezek lehetnek érzelmek, mint például félelem. Ezek lehetnek kapcsolatok, munkahelyi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, vagy a család. Lehetnek bizonyos helyek is, ami nyomaszt téged. Búcsúzz el ezektől az emberektől, vagy ezektől a helyektől, ezektől a gondolatoktól, vagy érzelmektől. Kell számodra most a könnyűség. És bízz abban, itt lesz nálad egy új kezdet. Most megtekintjük azt, mi erősít téged. Ami téged erősít, azok a kelyhek, és a kelyhek utalnak az érzelmekre, a szerelemre, a párkapcsolatra is. Ami téged szintén erősít, az a 10-es szám, egy új kezdet, egy új periódus kezdődik nálad most az életben. Ezen a képen láthatunk egy boldog családot, ezek a családi kapcsolatok, de az a gyermek ott középen utal valami másra is, mert ennek szimbolikus jelentése van. Ez egy új kezdet. Hamarosan lesz nálad egy új kezdet. Ez a szerelmi kapcsolat mély érzelmekkel, erre utalnak a kelyhek. Most összehasonlítunk két férfit, mert a kérdés az, melyik az igazi. A bal oldalon van az 1-es számú férfi, a jobb oldalon a 2-es számú férfi, és én kezdeném az 1-es számú férfinél. Az ő jelenlegi helyzetét tekintjük most meg. Ezen a képen láthatunk egy királynőt. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, mutatja az erejét, a bátorságát, a lelkesedést, de a szenvedélyeket is. Számára te vagy ez a királynő. Ő feltekint rád, és jelen pillanatban is te állsz a középpontban, mert ő gondol rád, és szeret téged. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott bal oldalon azt jelenti, hogy mi vagy ki gyengíti őt. Itt is látható egy királynő, tehát valaki uralkodik felette. Itt anyagi dolgokról van szó,
mert ez a királynő tartja a kezében ezt az arany érmét. Vagy vannak itt követelések, és neki fizetnie kell, vagy vannak munkahelyi dolgok, hogy valaki a munkahelyén uralkodik felette, és ez, ami őt gyengít. Persze ennek a kártyának más jelentése is van, amikor nem bízik önmagában, nincs tisztában a saját értékeivel, és akkor ez a királynő az ő tartására utal. És mit tud ez a férfi neked nyújtani, ezt mutatja a következő kártya. Ő úgy gondolja, hogy minden úgy a feje tetejére állt, és ő elveszíti a talajt a lába alól, és úgy érzi, hogy nem tudja számodra ezt az anyagi biztonságot nyújtani. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor az másképp néz ki, és ezt mi most megtekintjük. Ha megfordítom ezt a kártyát, akkor egész másképp tűnik ez a kép, egy elegáns mozdulat, mint egy balettáncos, és a lába megérinti a földet. Neki másképp kellene elgondolkozni azon, hogy mi a jövő, vagy mit tud nyújtani számodra. És nálad nem a pénz, nem az anyagi ügyek állnak a középpontban, hanem a szerelem, és ebben kellene bíznia, és van közös jövőtök. Az érmének mindkét oldalát meg kellene tekinteni. Abban az esetben, ha te ezt az egyes számú férfit választod, megnézzük, mi a jövő kettőtök között, és ezt mutatja a következő kártya. Az alul látható három kehely utal a múltra, vagy a te múltadra, vagy az ő múltjára, ott a könnyek láthatóak. Ez le lesz zárva. Ő középen van, és befele tekint, elgondolkozik a múltról, a jövőről, és utána fog döntéseket hozni. A jövőtöket a felső két kehely mutatja, ami a víz elemét szimbolizálja, tehát az érzelmeket, és ez a két kehely azt jelenti te és ő. Ez egy párkapcsolat, te időbe telik, amíg ő ezt közli veled. Jelen pillanatban még visszahúzódik. Most megtekintjük a kettes számú férfi jelenlegi helyzetét. Ezen a képen látható a sors kereke. Az mindig abba az irányba mozog, ahova mi tekintünk. Ő úgy érzi, hogy te vagy számára a lelki társnő, és ezáltal változik valami az ő sors útján. Ő a jelen pillanatban úgy érzi, és úgy gondolja, hogy lesz köztetek egy párkapcsolat, és ez kihat a sorsára. Lesznek sorsdöntő változások. A következő kép azt mutatja, hogy mi vagy ki gyengíti őt. Ezen a képen az ördög látható, az azt jelenti, vagy a múltjában, vagy jelenleg az ő környezetében vannak hazugságok, vagy valaki becsapta, vagy becsapja őt. Neki óvatosnak kell lennie. Most megtekintjük azt, hogy mit tud ez a férfi nyújtani számodra. Ezen a képen látható egy harc, de ő elfordul ezektől az eseményektől, ezektől a kapcsolatoktól. Ő lezárja a múltat, és egy más irányba tekint, és ez a jövő. Most megtekintjük azt, mi történik akkor,
ha őt választod. Van egy közös jövő, ezt mutatja a következő kártya. Ezen a képen is a kelyhek láthatóak. Ez a férfi szeret téged. Megvan arra a lehetőség, hogy kiépítsetek egy közös jövőt. De a 9-es szám korlátozásokra utal. Mik ezek a korlátozások, ha te szereted őt és ő szeret téged? Van valaki a háttérben, aki figyeli őt, figyel téged, figyel benneteket, és nagyon rossz indulatú, ezt mutatja az ördög. És ezek a kihívások, ezek a harcok még ott vannak a háttérben, tehát valaki bosszantani fog benneteket, vagy zavar titeket, ha ti összejöttök. A következő kártya mutatja a jövődet a párkapcsolat területén. Mire számíthatsz, vagy mit kellene tenned? Ezen a képen láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami érzelmeket jelent. Te vagy ez a királynő. Hallgass a saját érzelmeidre. Azon kívül légy olyan büszke királynő, legyen ez a tartásod, és ez a két férfi harcoljon, érted, mint egy lovag. Kedves Iviana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!